Ha a barátainkat megválaszthatjuk, viszont a családunkat nem, akkor csak a barátainktól válhatunk meg, a családunktól nem. Tudod, irigylem a szüleink, mert ők emlékezhetnek rád, milyen voltál kicsiként, míg én csak képekből táplálkozom, hogy milyen voltál azelőtt. Most csendben bugyogsz, üldögélsz. Fél órája vagyunk itt, már mögöttünk vannak a panel nagymama mondatok. Milyen hosszú a hajad már megint, sose jöttök látogatni, mi történt a kislánnyal, ki itt volt veled múltkor. Te már előre siettél. Láttam az öregszagú alcsapuszi közben, hogy óvatosan mozogsz a táskáddal. Csak egyet csörrennek halkan a sörös üvegek, amikor eltugod a kanapé mögé. Jól van, gondolom, legalább titkolni próbálod. Örülsz, hogy itt vagyunk, mert álcaként rögtön jógetéjű magyar emberként helyezkedhetsz bele abba a kedves bohókás szokásba, miszerint minden étkezés előtt pálinka. És neked minden fogás új étkezésnek számít. A vége felé már minden falat is. És tudod, nem csak azért szúrnám meg az asztal alatt a combod, hogy figyelmeztesselek, legalább az anyánk előtt fogd vissza magad, hanem mert tényleg kíváncsi vagyok, hasonlít-e még az enyémre az, ami kibudjan. A szeretet hányodikum nagy testvér. Mikor billen át a szint a vérben, mikor már kevésbé a miénk. Mikortól jogos a megvetés. Meddig kell higítanod, mikor már nem kell megbocsájtanom. Meddig kell innod, hogy már ne legyen közös testvér. A hallgatólagos családi beletörődés lustasága után az első lépés a soft love, azaz a gyengéd szeretet. Amikor csak szépen újra és újra elveszem tőled az üveget. Azt jön a tough love, azaz a durva szeretet. Amikor hozzád is baszom utána, azt jön a no love, azaz amikor már bele se kezdek. Nekem azt hazudták, a nagy testvér az bátor, ereje mindig az öccsét segíti, az anya csak némán szenved, sose kell látni, és az apa hazajön minden este. Nekem meg tisztelnem illik őket. Ha a barátainkat megválaszthatjuk, viszont a családunkat nem, akkor csak a barátaintól válhatunk meg, a családunktól nem. Már mondtam, hogy nem is kérem, hogy ne ide, csak legalább jobban titkoljad. Amikor itt tartottam otthon, felhívott. Azt mondta, hogy sajnálja, hogy vasárnap nem tud itt lenni. Engem meg frusztrál, hogy tudom, hogy irigyel, mert mindig róla mondták, hogy művész hajlamú hármunk közül, én meg inkább csak hallgattam. Mikor megkérdeztem, hogy iszol-e rendesen, azt mondta, ne törődjek vele. Inkább gondoljak arra, mit fogok mondani vasárnap. Remélem, nem éppen most szakad meg az online adás, mert ezt akarom, hogy halljad. Innom kellett nekem is, hogy ezt meg tudjam írni. Mert talán csak akkor igazán közös a vérképünk. De elmondani most józanul fogom, ez fog fel úgy, mint jelzésértékünk.